A fény, a jó látás nem csak Zoltánnak fontos, hanem mindannyiuknak. Világosan látszik, hogy Zoltánnak sötétben is szüksége van a jó látásra, a mi segítségünkre. Amikor futáshoz készül Zoltán, mind az egészségének, mind a látásának tökéletes állapotban kell lennie. A karvázi optikai zavarban is támogatja Zoltánt. Itt a hegyek között kerül sor optikánk és néhány társ szponzor támogatásával a következő rekordkísérletre. Különleges ember, különleges rekordkísérlet egy igazán különleges helyszínen. Mindannyiunkat, így optikánk dolgozót is érdekli, hogy miért ezt a sportot választottad, miért pont így futsz. Úgy hiszem, hogy ebbe esedek ki valamit, mi olyan érzés kerít hatalmába, kerülök az uralma alá, hogy kiteljesedek. Utána iszonyatosan másképp látom a világot, magamat is. Óriási erőpróba, pont ezért, mert hogy a határokat feszegettem, és ezáltal úgy érzem minden egyes edzéssel, minden egyes próbatétellel, hogy kicsit változok, kicsit talán jobb tudok lenni. Folyamatosan ellenőrizzük Zoltán egészségét és látását. Ezt az egészségtudatos gondolkozást kell átadnunk a családtagjainknak, hogy egészségesek legyünk. A Karvázi Optika Csepel azért támogatja Zoltánt, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy fontos a jó látás, fontos a jó egészség.